Az Ebegényi Tudásfalva előadás sorozat negyedik alkalmán dr. Stankó Attila atya tartott előadást a Gregorián ének spiritualitása címmel. Zebegény plébánosa tudományos alapossággal beszélt a témáról, hiszen kutatási területe a 6.-11. századi kódexek szövegeinek és dallamainak kialakulása. Előadásának elején elmondta, hogy a Gregorián lényegében az egyház liturgikus életének kifejező eszközeként értelmezhető. Stankó Attila szerint a Gregorián ének minden embert képes áthatni. Különböző módon fejezzük ki magukat az életben. Mindenkinek van valami zenei stílusa, amit szeret. Mindenki valamiben kiéli magát egy zenei formában. Vannak énekek, amiket kifejezetten szeretünk, dallamok, stílusok. Most a Gregorián az mind e fölött van. Ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy fölötte van a Gregorián ének, ez nem egy elitizmus. A Gregorián ének az az ember egészén átjáró ének kíván lenni. Ezt lehet szeretni, nem szeretni, de az embernek a zsigereiben mászik bele. Ezért spiritualitásról beszélünk a Gregorián kapcsán. Az előadó kiemelte, hogy a Gregorián definíciószerű megfogalmazásban a római liturgia latin nyelvű, jobbára szentírási szövegeinek egyszólamú, énekelt, teológiai szempontú, értelmező előadása. Stankó Attila elmondta, hogy a Gregorián énekek elemzésekor mindig figyelembe kell venni az öt alapvető szempontot, mely a szót, az írást, a dallamot, a jelet és a liturgiát foglalja magában. A Gregorián énekeknek általában három előadója van, a pap, a püspök és a hívek. A plébános a Gregorián dallamok kialakulásának forrásairól és történetéről beszélt. A zsinagógai és a templomi kultusz szövegei és a dallamai. Ebből indult el, mint ahogy az egész kereszténység. Ne felejtsük el, hogy a kereszténység Palesztinában indult el, a mai palesztin területeken, zsidó liturgikus közösségből, azoknak a szövegeit imádkozták. Mai napig azokat imádkozzuk, a zsoltárokat, az ószövetségi szövegeket. A dallamok megváltoztak. De az első keresztények azokat énekelték. Igen ám, de a kereszténység találkozott a különböző kultúrákkal, és azt is tudnunk kell, hogy nagyon sok zsidó abban a korban, diaszpórában élt, elveszítette a nyelvét, a hitét megtartotta, és az ószövetségi szentírási szövegeket már görögül imádkozták, tehát megtörtént egy nyelvváltás is. A Gregorián énekek kialakulásának közvetlen előzménye az órómai ének, mely liturgikus énekmódot Nagyszent Gergely idején is használták, fogalmazott az előadó. Stankó Attila kiemelte, hogy a Gregorián ének keletkezésében jelentős szerepet játszott Kis Pipin frank király és II. István pápa elmélyülő politikai kapcsolata, melynek hatására liturgikus forradalom bontakozott ki a frank birodalom területén. Nagy Károly udvarát a szellemi pezsgés kiteljesedése jellemezte, előszeretettel csábította udvarába a kor legnagyobb tudósait. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy egységbe sült Nagy Károly birodalmában a liturgia, sőt olyannyira, hogy Szent Benedeknek a reguláját vették át az északon élő kolostorokban mindenütt. Ez egy egységesítési törekvés volt. És a kor nagy alakjai, hát azért írtam fel ezeket, mert érdekes megfigyelni azt, hogy Nagy Károly udvarában és honnan származó tudósok, ezek mind óriási nagy koponyák voltak. Tehát ez egy az akkori világnak a legjobbjai. Stankó Attila atya elmondta, hogy a Gregorián zene fejlődésében elévülhetetlen érdemei vannak a 9-10-11. Századi zeneteoretikusoknak. A Gregorián dallamok jelentős része kódexekben maradt fent. Ezekben megfigyelhető, hogy a hangok magasságának jelzése iránti igény egyre nagyobb lett az idő előre haladtával, így a dallamok egyre differenciáltabban jelennek meg a kódexekben. Stankó Attila atya elénekelte Gregorián éneket, majd megkérdezte az érdeklődőket, hogy milyen érzések töltik el őket a dallamot hallgatva. Temetési szertartás. Még? Valaki? Feltámadás. Jó, de az olivásra könnyű. Köszönöm szépen. Igen. De most elléneklem hozzá a szöveget is.
teljes mértékben igaz, és majd fogjuk látni is, hogy nem nagyon járt messze senki, vagyis nem járt messze az igazságtól, de csak az igazságnak az egyik részét vettük észre. A Gregorián fejlődését egy latin nyelvű húsvéti ének változásainak elemzése segítségével mutatta be a plébános. Az előadó sorra vette a 139. Zsoltár szövegének eltérő értelmezéseit, majd felhívta a figyelmet Anselm Grün és Godehard Jobbik szakmai elemzésére. Stankó Attila atya elmondta, hogy ez a Gregorián ének a feltámadás és a bizalom reményét fejezi ki, mely más megvilágításba helyezheti Isten és ember viszonyát. A plébános szerint ezen Gregorián dallam magában hordozza húsvét üzenetének lényegét.